Köszöntöm a kedves nézőimet, és most nem a vízilovak szaporodásával jelentkezünk, hanem az érettségiről beszélünk egy kicsikét tudományosabban. A legújabb termékeink megtalálhatóak a videósbolt.hu weboldalon. Mindjárt itt van az érettségi időszak, és nagyon sok diák már lázasan készül erre a megmérettetésre, és ilyenkor nagyon sokféle diákot meg lehet különböztetni különböző kategóriák által. Először beszéljünk is ezekről. Vannak, akik például sokat tanulnak és rengeteget magolnak, mielőtt elmennének érettségre, de szerintem ne beszéljünk ilyen sarkalatos és ritka példákról. Például nézzük meg napjaink legelterjedtebb ilyenkorú emberfajtáját, a kaszka gyereket. Egyébként külön kiemelném, hogy a fizikai hasonlóságok ellenére nem én vagyok a tanár, a bevágó jelentek be. Elnézést kérünk a kellemetlenségért, gyerekek, de sajnos csak 10 perc múlva tudjuk elkezdeni az érettségének az írását. Mehet, tacsi, gyerekek, még van 10 perc az érettségig, gyerünk, nyomjuk! Maga még mit csinál, hülye gyerek, rakja már el ezt a laptopot, hol érzi magát, elselem, vagy mi van Katowice-be? Halljátok, gyerekek, valami köcsög gyerek itt mondja, hogy rakja már a laptopot, hát azt hiszi, hogy ő itt az admin, hát nem hiszem el. Na majd később játszunk, jó van? 10 perccel később! Na gyerekek, itt vannak a feladatlapok, most elkezdhetek kitölteni, nagyon figyeljetek oda arra, hogyha ma... Halljátok, gyerekek, de az van írva, hogy 3A plusz 2B, akkor ez most Infi lesz, vagy Mirázs? Ugye milyen kreatívan próbálja hasznosítani az informatikát az érettségi alatt? Lenyűgöző. Most mondjuk nézzük meg azt, hogy a nagy motorosok hogyan is mennek be az érettségire. Gyerekek, amúgy mindenki itt van tőletek, mint hogyha valaki hiányozna valami. Gábor... Ki ez a hülye állat? Csá, gyerekek! Nagyon jó motoros idő van! Szevasz! Hallod, nem menjünk utána motorozni? Menjünk már! Jó van! Lássuk! Kérjük is fel a nevünket. Most mit gondol, becsattog ide így nagy motoros ruhába, mint egy nagy menő, és akkor még így akarja megírni a dogát? Hát maga meg mit képzel magáról? Á, köztes, el is felejtettem. Na, mindjárt jobb. Igazi vérbeli motoroshoz illő viselkedés, ez igen, ez tiszteletet érdemel. Mondjuk nézzük meg, hogy az a nagy ellentétek, a kocsisok, ők hogy mennek be az érettségre? Mi a szar ez a sötét? Mi van odakint, mint valami eltakarta volna a napot? Kigyulladt az iskola, vagy valamit felgyújtottak? Mi van itt, gyerekek? Jó napot, tanár úr, megjöttem egy kis késés. Hú, jó nagy füstön, hogy látom itt is. Hát igen, egy-kettes TD. Szép, kit vigyek haza? Ó, igen, a jó kis dementor öregető, nagyon sokan szeretik. Most nézzük meg, hogyha valaki nagyon lazán veszi ezt az egészet, akkor vajon hogy is megy be az értségre? Na gyerekek, a lényeg az, hogy 8:00-kor kezdjük el írni a dolgozatot, addig kezdjétek el felkészülni, szedjétek össze magatokat. Ez az, meg lesz az rekord. Egy kerék, gyerünk, meg lesz a rekord, Anyádat már! Nos, elkezdhetek átnézni a feladatokat, nézzétek meg, hogy mit kell látok szembe. Figyeld már, gomor! Most várok fel, szállom! Ez olyan durva! Hallom, ez kurva! Ilyet ír, hogy izé, szám, használja a Pitagoras tét, de ez milyen pita, hallom, beszorod ki! Ez rohadt jó! Nem tudom ki az, aki ilyeneket kitalált, nagyon vicces, egyébként pedig humoristának, ez rohadt jó! Ez igen, gyerekek, így kell ezt csinálni, nem kell túl stresszelni a dolgot. Most akkor nézzük meg azt, aki mondjuk síkhülye az egészhez. Úristen! Ez meg micsoda? Jaj, pici gadica! Pici gadica, pici gadica, gadica matrica! Hát, hogy ő nem megy át az érettségén, az tuti, de irigylem a lelki békét. Most nézzük meg egy menő csávót, kivételesen Szóbelin. Na, csá, mizu van! Na, jó napot kívánok! Na, valami ízé szóbelire jöttem, vagy mi van, azt mondták. Na, az itt van, ugye? Na, jó van akkor. Most akkor ezekből jöttem, húzni kéne. Aha, oké, ez micsoda? Mi van? Hát erre még életemben nem hallottam. Hagyjatok már békén, húzok másikat. Mi? Hát, na jó, ne szórakozzon már velem, tanárnő, hát vagy mi, bocs, tanár úr. Ilyeneket én még életemben nem hallottam, nagyon jó poén, meg minden, de szerintem magyar a három igazság. Á, erre valamennyire emlékszem, ebből meg talán meg is lesz a kettes, hogyha úgy izé besegít úgy nagyon. Na jó van, akkor izé. Akkor megyek, aztán kidolgozom, jó van? Már mind nem ezt a hülyeséget, hanem azt, hogy csajtott, érti? Na, érti, na. Tudja? Jó van, mindegy, hagyjuk.
Addig is itt hagyom a névjegykártyámat, hogyha kellenék. Na itt van, tessék, hívjatok, hogyha valamire kellenék, nagy csá. Nagyon jó stílusa van a srácnak, igazán irigylem, és az az ing makulátlan. Jó, vegyünk egy olyan példát is, aki tegyük fel, hogy azért ő készült, ő meg akarja csinálni rendesen, és azért izgul azért, hogy igazán jól sikerüljön neki ez az egész. Tanár úr, lehet csokit enni, mert úgy hallottam, hogy az agyat kicsit segíti a gondolkodásban. Igen, persze lehet enni, nyugodtan. Igen, a csoki az nagyon fontos, serkenti az agyműködést. Most mondjuk nézzük meg azt, aki mindig csak csalni akar, mindig csak másolja a munkáját, mindig csak puskákat ír, és nincsenek saját gondolatai. És most meg is ragadom azt az alkalmat, hogy kifejezzem, mennyire is utálom azokat az embereket, akik mindig csak csalnak, és egyszerűen felírják azt is, amit a dolgozatban az érettségén szeretnének leírni, vagy amit egyáltalán mondani szeretnének. Mert egyszerűen, hogy néz ki az, hogyha az embernek nincsenek saját... Lapozzál már! Köszönöm, na. Tehát nincsenek saját gondolatai, és mindig csak olvas őket, és nem is olyan, mintha ő mondaná. Teljesen rideg az egész. Felfordult el a gyomrom. Na mindegy, nézzük is ennek az érettségiző példáját. Napot! Puská Zoltán, jöjjön csak ide! Zoltán úr, pakolja csak ki a puskáit. És ő miből gondolja, hogy van nálam? Jó, kiveszem. Ezek vannak nálam. A cipőjéből is. És még a többit is. A füzet. Ki ül maga előtt? Gobar. Gobar, jöjjön ide. Forduljon meg. Undorító gyerekek, egyszerűen undorító. Na mindegy, lépjünk tovább az ügyem. Majd nézzük meg, hogy egy YouTube videós hogy is menne be az érettségire. Na gyerekek, meg is érkezünk az érettségire, itt fogjuk megint ezt a röpít vagy micsodát. Remélem jó pedig a live gyerekek, de remélem nincsen benne késés, majd a válaszokat aztán írjátok le nekem kommentbe, és majd olvasni fogom, és aki feliratkozik annak puszi a pociára. Igen, ezt így kell csinálni gyerekek, ez az igazi elhivatottság a videózás iránt. És vegyük is az utolsó emberfajtánkat, aki egyszerűen tolik az egészre, és már beletörődött a bukásába. Most, hogy túl vagyunk az emberfajtákon, vegyük a második nagyobb témánkat, hogy az érettségizők még is tudnak elszúrni egy érettségi alatt. Mint például mi van akkor, hogyha az illető otthon felejti a számológépét? Azt mondja, hogy 2 meg 2... Egészség! Majd akkor otthon vettem a számológépet. Hallotta be? Mi számológépet? Mi? Számológépet? Mi nem hoztál? Mert én sem hoztam. Igen, ez egy igazán kellemetlen szituáció, de legalább meg tudta oldani a problémát, igazán kreatívan.
Na de fordítsuk komolyra a szót. Amikor mentek érettségizni, tényleg nagyon figyeltek oda, hogy vigyetek magatokkal a számológépet, és olyankor nagyon jó, hogyha úgymond okos számológép van nálatok, mert ott akár olyanokat is el tudtok csúszni, hogy mínuszszor mínusz az plusz, így az is jó, hogyha be tudtok írni például mínusz előjelet, vagy be tudtok írni színusz, koszínusz, gyökvonás, vagy ilyeneket, szóval ne egy ilyen egyszerű kis számológépet vigyetek. Valamint a másik dolog, amire nagyon jó odafigyelni, hogy ne sajnáljátok a pénzt, hogy inkább kicseréljétek azt a kettő picike kis elemet, mert hogyha ott éppen lemerül, vagy otthon felejtitek, akkor az akár egy évismétlésetekbe is kerülhet, és szerintem az nem ér annyit, mint hogy előtte egy ilyen kis felkészülési tevékenységet elvégezzetek. Na de a második téma, próbáljátok meg kreatívan hozzáállni az érettségéhez, próbáljátok meg a körülöttetek levő dolgokat felhasználni, és segítségül hívni a dolgozatnál. Ha veszünk egy lapot, akkor... Honnan vegyek én lapot? Hát ezt úgy sem tudtam, ha veszünk egy lapot, és eltépjük ketté, aztán behajtjuk egyszer, és behajtjuk még egyszer, akkor hányszor hajtottuk be a lapot? Á, kétszer! Igen, következő. Igazán megható volt nézni, hogy feltalálta magát, ez igen gyerekek, ez kreativitás. Na de fordítsuk komolyra a szót. Azért természetesen ne az érettségiző papírt építek ketté, és kezdjétek el otthon origamizni, hanem hogyha netenten vannak plusz papírok, amik minden bizonnyal lesznek, akkor hogyha ilyen hajtogatós feladatnál vagytok, és nem áll össze a fejetekbe hirtelen a kép, hogy miről is van itt szó, akkor nyugodtan vegyetek a kezetekbe egy papírt, és azzal ottan kezdjétek el hajtogatni, mert úgy lehetséges, hogy sokkal gyorsabban rájöttök majd a válaszra, mint amúgy. De fontos az is, hogy ne ragadjatok le egy feladatnál nagyon sokáig, így ne töltsetek az origamizással egy és fél órát, még lehetséges az utána következő feladatokat könnyen megcsinálnátok. Akkor vegyük a harmadik esetet, amikor mondjuk rossz tollat vagy nem fogó tollat viszünk magunkkal az érettségre. Pont mintha a saját tolltartomból haláztam volna elő ezeket. Nagyon szépek. De fordítsuk komolyra a szót. Ezért fontos, hogy több tollat is bekészítsetek a táskátokba, így hogyha az egyik felmondja a szolgáltat, akkor még mindig ott van a másik, amivel tudjátok folytatni az érettségének az írását, valamint arra is figyeljetek, hogy több szint is rakjatok be magatokkal a táskátokba. Valamint itt is azt tudom javasolni, ne sajnáljátok a pénzt a jobb minőségű toll megvásárlására. Például tudtátok, hogy van olyan gyorsíró toll? Na jó, hát azért nyilván sokan tudják közületek, hogy ilyenek léteznek, de én például 2-3 hónapja jöttem rá arra, hogy egyáltalán ilyen van a boltokban. Gyorsírótollként tudom nektek ajánlani a Pilotnak az Acrobal nevű tollát, nagyon sokat használtam, és eleinte nem tudtam, hogy most mit is várok egy gyorsírótolltól, hogy az miben más, mint egy hagyományos toll, de azóta rájöttem, hogy nem mindegy, hogy egy gyorsan diktáló tanárnál egy hagyományos tollal olyan gyorsan írsz, hogy már a felületi súrlódástól fegyullad a papír, vagy pedig a gyorsírótól szépen egyenletesen siklik a papíron, mert igaz, hogy nem gyorsírótól fog titek egy gyorsíróvá tenni, viszont hogy ha ti gyorsírók vagytok, akkor meg fogjátok látni a rossz minőség és a jó minőségű toll között a különbséget. Hiszen a rossz minőségű tollal, hogyha írtok, akkor, hogyha írjátok a szavakat, akkor vannak betűk, aminél kihagy, nem fog annyira, vagy már mondjuk a szó második felébe egyáltalán nem is fog, akkor el kell kezdeni rázogatni. Viszont a jó minőségű tollak egyenletes vonalakat biztosítanak, és így nem lesz az majd, hogy egyik helyen nem fog, másik helyen meg már folyik, és akkor nem lesz az, hogy ilyennek kell szerencsétlenkedni ott, amikor igazából minden percetek egy nagy érték. És akkor most nézzük a negyedik pontot, amikor az érettségiző diákunk a szóbelén megpróbálja ítetni magáról azt, hogy ő tud valamit. Ich habe Hund, ich spiele meine Hund. Schule, eine Schule, Marmelade und Brötchen, Hát azt én nem tudom, de nézze, tudok zsonglőrködni. Lássuk be, azért a zsonglőrködésen még kell egy kicsikét csiszolnia, de fordítsuk komolyra a szót. Szóval érettségén egy nagyon jó taktika az, hogy ha nem is tudsz semmit, akkor sem mondd azt, hogy nem tudok semmit, nem tanultam semmit tanárnak, hanem próbálj meg a legkevesebből is a legtöbbet kihozni, a semmiről is próbálj meg a legtöbbet beszélni, így mégis azt a látszatot keltett benne, hogy azért mégiscsak tudsz valamit, és az egy kettés csak be tud oda kaparni. Hogyha pedig nem szólalsz meg, és csak ülsz, mint egy zsák szalma, akkor nem igazán tudja arra megadni a kettest, és a vizsga biztosnak is jobban fog majd lógni a szája. Viszont, hogyha beszélsz össze-vissza mindenféle hülyeséget, és a tanár tudja, hogy hülyeséget beszélsz, de a vizsga biztos mondjuk nem olyan szakos, amiből te éppen ott érettségizel, akkor ez egy nagyon jó taktika lehet. És nézzük az ötödik szempontot, amikor egy kicsikét az érettségizők megpróbálják feldobni a hangulatot az írásbelim.
Ó, mekkora szám is ez, gyerekek, nagyon imádom. Pont ez a csengő hangom. Na de fordítsuk komolyra a szót. Tényleg nagyon fontos, hogyha az írásbeli kezd monoton lenne, és már ott vagy, hogy mindjárt feladod, akkor inkább próbáld valahogy feldobni magadat, és persze ne énekléssel, hanem egy kicsit úgy agyilag, hogy na még akkor próbálkozzunk valamivel, ne adjuk be, hanem próbáljunk még beírni valahova egy-kettő képletet, hogyha még nem is tudjuk kiszámolni, nem is tudjuk használni, de írjuk be oda a képletet, akár több képletet, aztán valamelyik csak jó lesz, és csak be lehet oda még írni egy pontot a tanárnak, hogyha mondjuk olyan pontatáros vagy, hogy mondjuk 4-es, 5-ös és 5-ös között vagy éppen, mert melyre lehetne. És akkor mindenkinek megköszönöm a figyelmet, mindenkinek sok sikert kívánok az érettségihez, és a következő részben már tényleg a vízilovak szaporodásával térünk vissza. Just